Kárpátalján is egyre népszerűbb sportág a strandröplabda, amit a nemrég megtartott torna is bizonyított, ahol vegyes csapatok indultak. Ebben a szezonban nem rendeztünk vegyes tornát. Már 3 verseny volt, külön férfi és külön női csapatok részvételével. Próbáltam vegyes csapatokat összeállítani, és nagyon jól sikerült. A versenynek jótékonysági célja is volt. A torna célja elsősorban, hogy az ungváriak jól szórakozzanak, az összegyűlt összeget pedig támogatásra fordítjuk. A tornán 16 csapat vett részt. Érdekesebb játék belülről nézve, és látványosabb is, mert egy fiú és egy lány alkotja a csapatot. Vannak csapatok Ihichivszkből, Csornomorszkból, Truskavecből, a legtöbben pedig Munkácsról és Kárpátalja más településeiről érkeztek. A párosok lazán és látványosan játszottak, hiszen a tornának nem volt különösebb tétje. A kezdeményezőbbek elsősorban a férfiak voltak. A férfi inkább kezdeményező. Amikor mi lányok játszunk, akkor is megegyezünk, hogy ki irányít. De ha a partner férfi, akkor a legtöbb esetben ő tölti be ezt a szerepet. Többet hallgatsz rá, mindent megteszel, amit elvár tőled. A férfi dönt a vegyes csapatban. Ez persze egyáltalán nem csökkentette a nők szerepét, hiszen a játékhelyzet szabta meg a taktikai megoldásokat. Minden a helyzettől függ. Vannak csapatok, amelyekkel trükkösen kell játszani, és vannak olyanok, amelyekkel szemben nem szabad hibázni, csak tenni a dolgunkat. A tornát végül a Szolyvei Mihajlo Skukis és párja, az ungvári Inna Skukis nyerte.